Balatonalmádiban immár két helyen mérik az autósok sebességét, egyrészt a Veszprémi úton, másrészt pedig a 71-es út és a Magtár utca kereszteződésében. A két berendezés több mint 4 millió forintba került. Mindez köszönhető a polgárőröknek, akik a közbiztonsági alapítványból áldoztak erre a két célra. A következő percekben nem csak a két sebességmérőről beszélgetünk, hanem azt is megtudhatjuk, hogy a polgárőrök igen jó munkát végeztek 2020-ban. A szándék az volt, hogy balatonalmádi lakott területére beérkező autósokat figyelmeztetni tudjunk arra, hogy a sebességük körülbelül mekkora. Ennek megfelelően ugye az 50 km-es sebességet tudják tartani a lakott területen, mert itt ez a kijelző tábla 51 km-nél jelez be nekik, hogy lassíts. A berendezés, ez egy normál, nem ledes, hanem elektromos árammal működő berendezés, de a lényeg, hogy itt azért két kamera is fel van szerelve, amely egyik tudja a Budapest felől érkező autókat priorálni, a másik pedig az Almádiból kijövő autókat. Miért is van ez? Ez gyakorlatilag azért van, mert a lopott kocsik kiszűrése, a körözött kocsik kiszűrése ezekkel a kamerákkal megoldhatók, mert nagyon pontosan tudják a rendszámokat rögzíteni, és a rendőrségen ezt tudják kezelni. Tehát akkor nem egyszerűen csak jelzi, hogy ön gyorsan megy, lassítson, hanem tulajdonképpen akkor ez rögzít is jó néhány információt? Ez így van, ez rögzít nagyon sok információt, hogy milyen információt lehet felhasználni, az a rendőrségi törvénybe, illetve egyéb helyeken le van írva, ez ennek megfelelően működik. Azt azért el szeretném mondani, hogy itt azért nem bóvrival vagyunk, mert ez a berendezés itt ezen az oszlopon, ez több mint 2,7 millió forintba került, és itt... meg szeretném jegyezni, hogy nem az autósok ijesztegetésére van ez felszerelve, mert hiszen azért, ha megnézzük, a 70%-a az autósoknak nagyon profi módon és a kresznek megfelelően vezet. Az a 30% az kényszeríti ki gyakorlatilag ezeket a berendezéseket, mert azok áthágva minden szabályt, gyakorlatilag a közlekedésük imitamot életveszélyes. Mi a tapasztalat, hogyha meglátja az autós, hogy ő neki megjelenik a lassíts felirat, akkor tényleg lassít, vagy csak egy picikét lassít, aztán utána, amikor már úgy gondolja, hogy a kamera már úgysem látja, akkor megint belehúznak? Satú. Aha. Tehát azért ezt a Vörösberénynél kihelyezett, a Veszprémi útra kihelyezett, illetve itt ezen kihelyezett sebességmérésnél látjuk, hogy bizony, amikor belejön, megfeledkezik, vagy valami, és akkor már nyomja a satut, ezt most lehet, szerintem most a fekete autónál is lehetett látni, hogy egy magasabb sebességgel jött be, bár én háttal állok neki, de úgy nagyjából érzem, hogy mekkora a sebesség, és azonnal beáll. Na most ugye azért azt tudni kell, hogy itt ezt a táblának, a helységtáblának a kihozatala az több mint két év kőkemény tárgyalásokat kellett folytatni, mert ugye ez az út, ez a országos közút, meg a megyei közút kezelőjéhez tartozik, illetve ez nem önkormányzati út, tehát ezekkel egyeztetni kellett, és ugye megvan az, hogy hova lehet kihelyezni egy ilyen táblát, megvan az, hogy milyen világítás kell, utak, járdák, meg egyéb dolgok. Szó, idáig most ez jó, ide tettük ki, innentől kezdve ugye, ha megyünk lefelé, itt van még egy busz megálló is, ami ugye eddig 90 kilométerrel lehetett megközelíteni, most ezt is már csak 50-nel, tehát a biztonságos közlekedés érdekében ez szerintem profi módon tudja szolgálni. Én azt gondolom, hogy bárhol az úton, aki közlekedik és a kriesz szabályait betartja, annak nincs tábla, nincs semmi, mert hát ő pontosan tudja, hogy kell menni. Az a 30%, amiről beszéltem, azt meg sajnos
hát ki kellene szűrni. Én lennék a legboldogabb, hogyha ez a 70% szabályosan közlekedő sofőr ki tudná magából lökni ezt a többit, mert akkor okafogyottá válna a dolog. Arról már beszéltünk, hogy mindez mennyibe került, de honnan volt erre pénz? Hosszas tárgyalás után az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Túrós András 1 millió forintot adott ennek a berendezésnek a megépítésére, illetve van Almádinak a közbiztonsági alapítványa, ami évek óta nem használt föl pénzt, pontosan azért, hogy vártunk egy olyan lépést, ahova többet kell befektetni, és a többit ebből a pénzből. Tehát ez a berendezés nem önkormányzati pénzből épült, tehát az önkormányzatnak ebben nem kellett beszállni, a városnak nem kellett beszállni. Ez egy alapítvány, ami még ráadásul civilek fizetik ezt az alapítványt, illetve az Országos Polgárőr Szövetség elnökének az 1 millió forintjából sikerült ezt összehoznunk. Én azt gondolom, hogy erre büszke vagyok a csapatomra, és én úgy gondolom, hogy ez az év 4,1 millió forint közlekedés biztonságra Balaton-Almádiba nem igen volt ilyen év. Több mint 4 millió forintot sikerült áldozni a közbiztonságra, de azért a polgárőrség másra is foglalkozik. Milyen évet zártak? Elég nehéz évet zártunk, mivel rengeteg volt a megkötés, hogy mit lehet, mit nem, és ennek a szabályoknak megfelelően az önkormányzat és a polgármester úr kérésére, amikor beindult ez a járványhelyzet, vettünk a gépkocsira egy hangosbemondót, és végigjártuk és tájékoztattuk a lakosságot, hogy mire kell számítani, mi a feladata, mert ez egy teljesen ismeretlen dolog volt eddig, ezzel mi eddig nem foglalkoztunk, de ahhoz, hogy biztonságban legyen a lakosság, feltétlen szüksége. Segítettünk az időseknek bevásárolni, ezen kívül hát a területet rendszeresen jártuk. Az elmúlt évben olyan 3000 órát töltöttünk, durván 3000 órát töltöttünk kint a területen, Káptalanfürettől Budatavan keresztül Vörösberényig. Járőrszolgálatot teljesítünk, végre gépkocsival, a gépkocsink közel 5000 órát volt kint ebbe az évbe. Szerencsére semmilyen rendkívül esemény nem történt, gyakorlatilag a rendőrséggel is olyan napra kész kapcsolatunk van, vagy mondhatnám órára kész kapcsolatunk van, hogy mindent tudnak, amerre járunk, és mi is tudunk kapcsolatot teremteni pár percen belül, hogyha szükséges.